protokoll ide vagy oda, Hunyadi János egész alakos szobra úgy döntött, hogy a két ország himnuszát, illetve a két államfő ünnepi beszédét nem a lepel alatt hallgatja végig, az erős szél ugyanis a tervezettől korábban fedte fel az egybegyűltek előtt a nándorfehérvári csata hősét ábrázoló alkotást. Áder János magyar köztársasági elnök ünnepi beszédében elmondta, hogy 1456 nyarán, amikor a veszély Nándorfehérvár felé közeledett, Hunyadi hajóhaddal érkezett a Duna zimonyi szakaszára, ahová most felavatott szobra tekint. A minden délben megkonduló, először csak könyörgésre szólító, majd a győzelemért hálát adó harangok immáron 563 éve emlékeztetnek minden európait Hunyadi János és Nándorfehérvár védőinek bátorságára, hősiességére, áldozatvállalására, hitére. Kereszt és harang. Áldozathozatal és tisztelet. Hunyadi János, Kapisztrán János, Szilágyi Mihály és minden nándorfehérvári hős emléke mindörökre legyen áldott. Alekszandr Vucsics kiemelte, hogy Hunyadi Jánost mindenki a magáinak tekinti, de ezzel kapcsolatban nincsenek viták a nemzetek között. Hunyadi János áldozatot hozott ezekért a területekért, a keresztény Európáért és a közös történelmünkért, tette hozzá a szerb államfő. Magyarország és Szerbia kapcsolata még sosem volt ennyire jó, hangsúlyozta Alekszandr Vucsics. Hozzátette, a jó kapcsolatok kiépítésében hatalmas szerepet vállalt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a tartományi képviselőház elnöke, aki szintén jelen volt az eseményen. Večnog prijateljstva srpskog i mađarskog naroda i nikada nikome u budućnosti ne smemo da dozvolimo da to prijateljstvo sruši. Živelo prijateljstvo Srbije i Mađarske. Živela Mađarska, živela Srbija. Hunyadi János egész alakos zimonyi bronzszobra Madarasi István Kossuth díjas szobrászművész koncepciója alapján készült el.